Szevasztok! Üdv az első Final Fantasy 14-es bemutató videómba. Itt most a Sophia Hardot szeretném megmutatni, kitérek a legfőbb képességeire, illetve hogy azokat hogy lehet elkerülni, a videó pedig az első killemet mutatja. Jó szórakozást! Az első dolog, amire oda kell figyelni, az a dupla képessége, ez az aero, itt a Millie-nek kell figyelnie, ki kell futnia, ezután pedig nyomban jön a Thunder 3-as, ahol is a Rangednek kell vagy befutnia, vagy eltávolodnia, ugye jelzi, hogy most hol fog jönni a támadás, elég szépen, úgyhogy egyszerű kikerülni. Jó, a következő képesség, amire oda kell figyelni, az ennél az emote-nál jön, kiteleportálja a kis alsó részét, random helyre a pálya körül, és ahol az ott megjelenik, onnan fuss el, mert egy ilyen lézer sugárral szétbombáz. Ezek a meteorok a következők, amire oda kell figyelni, értelemszerűen fuss el. Majd ő is elteleportál, mint ahogy az alsó teste, egy random helyre, futás el. Futás el a sávjából, különben fájni fog. A main tanknak mindig el kell forgatnia a bosst a többiektől, mert van neki ez a képessége, a Thunder 2, amikor is maga elé ég alakba villámokat sebb. Nem sokkal később így beteleportál, elnyomja a Cloudy Heavens nevezetű képességét, ami lebontja a pálya egy nagy részét, illetve 3 addot hív a fightba. Van egy tank, egy DPS, illetve egy healer. Először ezt a second csókát kell kinyírni, ő ugyanis a healer és a ranger DPS-es karakter. Utána szépen megöljük ezt a The Third-öt, aki most ugrott föl és hagyott egy ilyen jég AOE-t a földön. Majd harmadikra az egykezes pajzsos emberkét kell kinyírni, ő nem nagyon sok vizet zavar, tehát azért van az utoljára hagyva. Jó, hogyha legyőzzük az addokat, megváltozik a harc, bejön a fő mechanizmus, mégpedig az, hogy a pálya maga egy mérleggé változik és elmozdul jobbra vagy balra. Fontos dolog, hogy nyitott lesz
mindjárt a pálya a nagy robbanás után. És így majd lecsúszhat. Quasar a következő képesség, amire oda kell figyelni. Itt a boss megmutatja egy sárga vonallal, hogy melyik oldalra fogja dobni a meteort, és abba az irányba fog elmozdulni a pálya. Itt jól látható, hogy kis haverjaim rossz irányba indulnak. Szépen elmozdul a pálya, és mivel nyitott, szépen le is esnek és meghalnak. Erre kell majd odafigyelni. Mostantól, egészen a végéig. És ugye az összes többi képességére. Ebben az új fázisban még oda kell figyelni erre a dupla OE-re is a healereknek. Tartsatok mindenkit maximumon. 8000-et sebez. A következő Quasarnál az a nehézség ugye, hogy egyet hív jobbra, két darab meteort pedig balra, úgyhogy nem szabad balra menni, mert arra fog eldőlni a pálya. Na, hogyha ezt nem jól figyeled meg, akkor ez fog történni, mint itt a videóban, hogy meg fog halni három ember. Igen, a tankot is belevéve. A harc innentől kezdve az eddig felsorolt képességeinek a kivédése lesz. Ha meg tudjátok oldani, akkor meg fog halni a boss. Most hagyom, hogy végigmenjen a movie. Köszi, hogy megnézted. Like, subscribe, illetve bármilyen visszajelzést szívesen veszek. Sziasztok!